Nyilvános helyen egy szekszárdi benzinkút eladó terében támadt rá párjára a most 25 éves helyi férfi. Az asszony a kislányával menekült oda, miután összevesztek otthon. A párja nem sokkal később utánuk ment, majd üvöltözni kezdett. A boltban többen is tartózkodtak. Egyszer csak ököllel megütötte az élettársát, aki ettől leesett a bárszékről, amin ült, és fellepett a szája. Az ügyben indult eljárás most zárult le. A szekszárdi járásbíróság ítéletet hirdetett súlyos testisértés büntette ügyében. A vádlottat bűnösnek mondta ki súlyos testisértés büntettének kísérletében, ezért többféle büntetést alkalmazott. Elzárással sújtotta, valamint közérdekű munkát és pénzbüntetést szabott ki a vádlottal szemben. Az örjöngő férfira így 10 nap elzárás és 120 óra közérdekű munka vár, de 300 ezer forintot is meg kell fizetnie. Ő korábban már többször is volt büntetve, volt, hogy fegyveres garázdaság miatt, egyszer pedig csalásért. A bíróság súlyosító körülményként értékelte a vádlott többszörösen büntetett előéletét, illetve azt, hogy felfüggesztett szabadságvesztés hatája alatt követte el a bűncselekményt, azonban eltekintett attól, hogy ezen felfüggesztett szabadságvesztés elrendelje, hanem egyéb szabadságelvonást, elzárást alkalmazott, így a vádlottnak tulajdonképpen börtönbe is kell vonulnia, közérdekű munkát is kell végeznie, valamint pénzbüntetést is meg kell fizetnie. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett, mert azt az ügyész és a vádlott is tudomásul vették.